Csillagképek országos asztrofotó kiállítás nyílt november 18-án a Hajdúsági Galériában, a Magyar Asztrofotósok Egyesületének szervezésében, a Budapesti Magyar Természettudományi Múzeum után elsőként városunkban tekinthető meg az Avándor kiállítás, amelyen az idei év legjobban sikerült asztrofotóit kerülnek kiállításra. A 67 magyar asztrofotós 106 különleges felvétele Magyarország idei legszebb asztrofotóinak együttese, melyből Hajdúböszörményben 43 képet tekinthetnek meg a látogatók december 2-áig. A magyar asztrofotózást ma itt Magyarországon a Magyar Asztrofotósok Egyesület igyekszik összefogni. Az egyesület fiatalabb, mint a magyar asztrofotózás, hát van egy 100 éves múltja a magyar asztrofotózásnak, hát már egy 110-20 éves múltja, az archikus korszakban nyúlik vissza, és van egy korszerű múltja neki, egy ilyen 15-20 éves, amikor egy fiatal társaság, amatőr csillagászok úgy gondolták, hogy megörökítik azt, amit az égen látnak, mert az annyira szép, és ezt olyan minőségben teszik ma már, hogy fantasztikus kiállításokat lehet belőle rendezni, és gyakorlatilag ezek az asztrofotósok azok nemzetközi porondon szerepelnek, tehát a magyar asztrofotózás az fiatal és világhíres. Mit lehet tudni a mai itt a Hajdúböszörményi kiállításról? Mit lehet tudni az alkatokról, illetve hány mű van kiállítva? Amit itt Hajdúböszörményben látunk, az a Magyar Asztrofotósok Egyesület által szervezett Csillagképek 2021-es nagy asztrofotós, országos asztrofotó kiállítás. Ugye a szervezet az minden évben egy pályázat keretén belül összegyűjti Magyarországon készült, tehát a magyar alkotók által készített legszebb asztrofotókat, és ebből egy nagy kiállítást rendez, ami minden évben októberben látható a Magyar Természettudományi Múzeumban, és utána ennek a nagy kiállításnak részei egy vándorkiállításra indulnak el az ország különböző tájaira, és most először 2021-ben Kelet-Magyarországon jár, először itt nyílik meg az első vándorkiállítás állomás Hajdúböszörményben, 43 képet hoztunk el a 106 fotóból. Ezek a felvételek a látogatót egészen a földről látható éjszakai táj látványától, a naprendszeren át, a távoli galaxisok csillagködök világába kalózolják, tehát igazából fényévmilliókat tudunk a képek láttán utazni, beutazni, belátni, megtapasztalni. A megnyitón elsőként Csorba Gergő gitárművész játékát hallgathatták meg a megjelentek. Dr. Francsics László, a Magyar Asztrofotósok Egyesületének elnöke köszöntőjében elmondta, az asztrofotózás sokak számára egy jelenség. Magyarországon az asztrofotósok nagyon aktívak, nagyon szép fotókat készítenek, hihetetlen sok munkát töltenek egy-egy kép elkészítésével. Elhangzott, a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben nemzetközi megmérettetésen szerepelt asztrofotósok munkái is megtekinthetőek. Ezt követően dr. Ludmány András kandidátus, a Napfizikai Obszervatórium egykori vezetője köszöntötte a résztvevőket. Beszédében elmondta, az, aki a tudományban tölti az életét, annak a világ legnagyobb élménye a világ megismerése, megértése.